Lassen Höhle mal sich ja, schon mal schön, weißt du, der würdige, Johann Wolfgang Goethe, ja, ja, ohne heute Führer, statt meiner. Mein geboren, Moment bitte, ja? Ein Moment bitte. Hotele Navigácia na České Budějovice a prosím, jde kápejem. Halló, bocsánat, nem magyar véletlenül? De, az vagyok, magyar vagyok. Honnan tetszett jönni? Baranyából jöttünk. Minden álljon, meg van kenve, látom. Baranyából, és mondja vezérigazgató úr, hanyan jött? Hát a busztal jöttünk, a nyekket még utána kötöttük, mert hogy nem tetszik? Jöttünk. Hogy a mi a nyek, milyen nyekket? Ja, hát a járgány nyekket, tetszik tudni az olyan ja, Pannonia motor, ja. Levettük, mert jött a busztal. Ja. Most mi a kívánság a doktor úr? Van valami? Listát hozott? Az van lista. Igen, van. Szóval föl van írva? Minden föl. Ajánlanánk egy-két dolgot, szóval ugye, hogy mit kell vinni. Jó van. Hát, igen, szeretném. Jó van, na most bátyám, hogy ugye foga van magán? Foga. Hát otthon maradt mind. Na most erre vagyok én, mert nálam vehet két nyelvű fogsort. Amivel aztán majd németül is fog tudni beszélni. Érdekli? Érdekel, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mi van azon a listán, de én ajánlanék magának egy Sharp két kazettás sztereó hajszárítót. Máshol ne vegye, mert ebbe benne van a magyar hang. Igen. Bekapcsol? Érdekel, köszönöm. Na most, papa, írógép van otthon? Hát az most nincsen. Na azért, mert nálunk már van olvasógép is. Most azért nagyon jó, mert maga helyett kiolvassa a háború és békét. De ha esetleg nem rögtön kellene az, nekem van egy léghűtéses Sony integetőgépe. Tudja, ha utazik, azért jössz, kiteszi az ablakba, maga rögtön enni kezd, és ez a gép ez meg integet magát. Ezt lehet lufival, zsebkendővel, kicsi zászlóval. Érdekel az is. Na most, papa, van nekem egy olyan telefonom, amihez nem nagyon kell fül. Ugyanis ez visszahívja magát. De amíg ezen elgondolkozik, várjon csak vezérigazgató, én ajánlanék magának valamit. Nem tudom, hogy hogyan, milyen gyorsan tud írni, mert nekem van egy turbó golyós tollam. Ez 14 másodperc alatt kitölti a vámpapír. Viki nem találnak, érdekel. Na most, papa, most figyeljen. Véletlenül, de tényleg nagy szerencséje van. Van nálam egy 4 tranzisztoros kilengő ajtós műszi. Nagyon jó. Na most, papa, ez azért nagyon jó, mert ez hazaviszi, és a világon semmire nem lehet használni. Érdekli a dolog? Érdekli, jó van, mert akkor félrelakom. Na most, ügyvéd úr, kérem, az előbb említette, hogy sokat utazik. Hát... Ugye van, amikor nem egyedül, ugye van, örülveszi a tömeg. Az is. Na most van itt nekünk egy újításunk, ez a cégünk reklámja, ez úgynevezett kloáka spray. De rá van írva, hogy Mr. Görény. Ha sokan vannak... Fúj egy kicsit, mindjárt nagyon tágas lesz a tér. Ez is jó lesz, ez is érdekes. Na most, papa, na? Van nekem egy 44-es aknaugró cipő ez. Hallott már róla? Erről még nem. Ez azért nagyon jó, este megy haza, ez a vízaknát magától átlépi. Érdekli a dolog? Érdekel, ez is. Na most pártolja a művészetet, főhadnagy úr? Hát persze, a 3+2, az nagyon szeretem. Igen. Otthon igen. Mert megmondom, miről volna szó. Van itt én nekem, ez most már csak egy darab van belőle, egy kézi szőttes afgán fali szőnyeg. Tudja, mi van rajta? A gombolyaggal játszó szovjet katona. El is érdekes. Jó lesz. Na most, papa... Na most a videóval hogyan? Biztos föl van írva. Föl, az is. Na, igen. Mondok egy jó videófilmet. Ez a Ninja nénye. Ugye ez a hasbarugós, ne féljen. Azaz. Na. Az is érdekes. Karikásos tora, hogy van? Hm? Hát az már nincs. Na de ez nem az a hagyományos. Hanem. Ez magától összeveri magát. Az is jó. Na most, ha népi dolgokkal végzett, akkor figyeljen, idegsebész úr. Van itt egy Hitachi gyorsmásoló színes mosógép. A milyen? Ennek az a nagyon nagy előnye, ez rajta van itt a szakmai leírásom, hogy lefordítom magának, hogy a fehéret és a színeset együtt lehet mosni. És a színesről a mintát átmásolja a fehérre. Jó lesz az is. Na most érdekel. Igen. Érdekli, jó van. Jó van, papa. Na most hát számoljuk. Na és van itt még egy dolog, Merverstallert nem akar venni? Azt mondták, hogy az hozza. Az hozza. Igen. A következő maga ad nekem 700 shillinget és a határon visszakapja. Jó. Vízlépcső, nem érdekli? Hát...
Érdekel az is. Mert fölépítenénk egyet, maga 400 évig ingyen adja az áramot neki. Cserébe odaadja a Dunakanyart. Jó, érdekel. Na számoljuk. Na most papa, én már itt a végére értem, hogy hogy áll jelen pillanatban. Mert most maga jön nekem, úgy néz ki, azt mondja, hát 32.000 shilling lesz ez, papa. Azt mondja. Hát én 34.400. Aha. Mennyi pénz van magánál? Hát nálam 120 shilling van. 120 shilling? Ja, fontos. Hát akkor mi mondtam mindenre, hogy érdekli? Hát pénzem az nincs, most vagyok először itt Bécsben, engem minden érdekel.